Nyitott európai város Nyíregyháza. Szatmár Németivel 2000 óta testvérvárosi kapcsolatot ápol. Az uniós pályázat ezt mélyítette el az előző évben, hiszen a kapcsolatrendszer bővítésén túl közös programokra, egymás projektjeinek megismerésére is lehetőséget adott. A legbővebb és legjobban kidolgozott, a leghasznosabb pályázatnak nevezte Szatmár Németi polgármestere ezt a programsorozatot. Intézményeket, szakmai találkozókat hozott össze a határ két oldalán. A szociális ellátás kérdéseiben, közbiztonsági szakmai területen, energetikai, környezetvédelmi témákban tájékozódtak. Nekünk nagyon érdekes és hasznos volt az itteni panellakásfelújítási program lebonyolítása, hiszen mi ezt néhány év késéssel kezdtük el Szatmárnémetibe, kicsit hasonló jogi körülmények között, hasonló problémákkal, és ez nagyon érdekes volt számunkra. Ilyen lehet még a jövőben a termálvíz hasznosításának feltérképezése is. A két országnak közös célja van, mint a pályázati szlogen is kifejezi, mégpedig az Európai Unióban lemaradottnak számító térségek gazdasági társadalmi fejlesztése. Ehhez a már megszokott együttműködési pontokon kívül, mint oktatás, kultúra, turisztika, be kell vonni a gazdaság szereplőit is, ezért igyekeztek összehozni a két megye vállalkozóit, amit pedig jogi és intézményes keretek között tehetnek a városok a fejlődésért, az a további pályázati aktivitás. Március 5-én volt egy újabb pályázati kiírás beadási határideje határmenti együttműködés keretében. Erre mi két pályázatot be is adtunk, és én azt gondolom, hogy az eddigi megbeszéléseink az teljes alapot adnak arra, hogy azt mondhassam, hogy a jövőben ezt a testvérvárosi kapcsolatot szeretnénk tartalommal, és ezen belül további pályázatokkal is kitölteni, hogy nem csak a kultúra, sport, idegenforgalom területén, hanem minden olyan területen, ahol a két város találkozhat, és a két város perifériás helyzetét, előnyét tudja hasznosítani, abban mi minden lehetséges pályázaton részt fogunk venni. Az említett pályázatok úgynevezett magas támogatási intenzitású pályázatok, ehhez kevés önerő kell. Mindenképp figyelembe veszik a városok adottságait, hiszen az együttműködést vagy a programot mindkét oldalon egyszerre kell megvalósítani. A nagyobb méretű interregionális fejlesztésekre pedig a két megye egy közös társulást szeretne létrehozni, ami hosszabb távon és nagyobb volumenű forráslehívásra is képes.